Demokrácia. A demokrácia az egy olyasmi dolog, ahol vannak pártok. És a pártok el szoktak venni egymástól szavazatokat. És ezt tudom, hogy rengeteg embert ma zavar Magyarországon, hogy pártok elvesznek egymástól szavazatokat, de sajnos a demokrácia, ezt meg lehetne szüntetni. Tehát lehet majd például egy pártban. Régen is ugye egy uralkodó volt, és akkor nem voltak ilyen hülye szavazások. Meg az emberek nem dönthettek arra, hogy neki ki a szimpatikus, ugye? Tehát ez egy tök rossz dolog, hogy az emberek eldönthetik, hogy hú, nekem bejön a kutyapárt, rászavazok. Ezt lehet, hogy nem tudom tényleg. Itt vagyunk a Bosnyák téren, a választás előtt egy nappal, szombat délelőtt reggel, és Viktor a Zsolt az itteni jelöltünk, és itt van egy kis standolás. Arra gondoltam, hogy megkérdezzük, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt, hogy holnap kire kell szavazni ahhoz, hogy ne legyen a rendszer. Sziasztok! Azt szeretnék érdeklődni, hogy szerintetek ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt? Mert össze vagyok zavarodva, hogy kire kell holnap szavazni ahhoz, hogy megdöntsük a rendszer. Hát eléggé úgy tűnik, hogy a MSZP Párbeszéd közös listára, és itt ebben a kerületben teljesen Tóth Csabára. Majdnem 20%-a vezető. Fideszes előtt. Előtt, igen. Hát akkor a szegény fideszes, ha összefog itt az összes többiekkel, még akkor se. Nem lehet legyen. Itt ez zuglóban nem kérdezik. Aha, de jó, ez jó. Élőben vagytok a Facebookon, nem élek. De ebből vágunk egy anyagot, ami ma lesz. És az van, hogy össze vagyok zavarodva, mert holnap lesz ez a szavazás. Mi is most már, mint ti. Egy éve dolgozunk rajta, vagy kettő, vagy tíz. Lennék, és ide tévedtem a Bosnyák térre, egy rájöttem, hogy holnap dönteni kell, akkor ti mit mondtok, hogy kire kell szavazni? De ők ugye azt mondják, hogy arra kell szavazni, aki a legesélyesebb. Hát a demokratikus ellenzék. Én most megtudtam, hogy ő olyan erős, itt a kerületben, hogy lényegében vele szembe kéne egyetlen jelölt, és most megpróbáljuk velük összehozni. Ha jól értem, azt mondtad, hogy mi is elég jók vagyunk, meg azért gondolom ők is volt pénzük a kampányra. Talán, szóval igen. Akkor talán egy kutyapárt Fidesz koalícióval legyőzhető lenne az MSZP-s jelölt. Még 20 percünk van ezt eldönteni, hogy gyorsan kéne. Akkor most elkezdem a koordinációs tárgyalásokat. Tudni, hogy ki a legesélyesebb? Én úgy tudom, hogy ő. És ugye a Fidesznek csak akkor van esélye ebbe a kerületbe, hogyha egyetlen egy jelölt áll szembe az MSZP-s jelölttel. Jelen Tamás az egyetlen jelölt. Ő az egyetlen jelölt? Jó, de mi is indulunk, a Kutyapárt is indul a kerületben, meg a Momentum is indul, meg a, most nem tudom, a Munkáspártban nem vagyok biztos. Hát így hogy fogjuk legyőzni az MSZP-t, ha így összetöredeznek a szavazatok? Nem kéne összefognunk? Kivel? Hát mindenkivel a szent cél érdekében. Hát jó lenne, de nem akarnak összefogni velünk. Nem akarnak? Mi akartunk? Én tegnap kérdeztem a Újpesten, megpróbáltam megbeszélni a helyi fideszes jelölttel, hogy... Ja, én a Kutyapártól. Én Kutyapártól vagyok, és megpróbáltam rábeszélni a fideszes jelöltet, hogy lépjen vissza a javunkra, egy szélesebb körű összefogás. Hát a mi javunkra, igen. Hát hogy a Fidesz is összefoghatna más pártokkal, attól még nem csak a KDNP-vel lehet barátkozni. Hát igen, de valójában nem. A Kutyapárt vicces földobja, de mindenki. Igen, ez érdekes, a többiek is ugyanazt mondták. Szóval akkor nem tudnánk koordinálni valahol? Elnézést kérek, mi is így gondoljuk. Álljon ide, menjen szíves, mert szeretem. Igen, jó. Köszönöm szépen. Legalább elkezdődtek a koordinációs tárgyalások. Még van 17 perc addig, hogy lezárjuk ezeket a tárgyalásokat, de szerintem nem állunk annyira rosszul, mondjuk, mint tegnap előtt. De én nem szaratom a kutyát soha olyan helyre, ahol emberek járnak. Hát igen. Mert ha egyszer odaviszem, ahol ha kell neki, akkor mindig oda megy. Igen, a kutya az megtanulja, hogy hova kell szart. A kutya is. A kutya is ember. Kutya okos. Egy labrador, egyébként nagyon barátságos. A miniszterelnök jelöltünk, csak sose hívják el ezekre a beszélgetésekre. Amikor a miniszterelnök jelöltek vitatkoznak, akkor a kutyika nem kap. Hát a kutyika, úgy hívják kutyika kutyi. Jó hírem van az MSZP számára. A Kutyapártnak nem sikerültek a koordinációs tárgyalások a Fidesszel. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nem egyetlen egy jelölt fog szembenállni Tóth Csabával, hanem több. Úgyhogy
úgyhogy biztosan nyerni fog, hát reméljük. A szerzések alapján úgy tűnik, hogy mi vagyunk a legesélyesebb. Na hát akkor megnyugodtam, hogy az ellenzék akkor maga biztos. Azt hittem, hogy elbizonytalanodott. De most mi nem az ellenzék vagyunk? Igen, hát, az ellenzék vagyunk? Hát én nem tudom, vagy kormánypárt vagyunk? Hát mi alapvetően mi nem azt hiszem úgy van, hogy aki nem kormánypárt, az mind ellenzék, vagy nem? Ezt nem tudom, ennek van járjék utána. Ebben most kicsit belezavarodott az alelnök, meg a kampányfő. Azt hiszem, hogy mi vagyunk a kormányzó párt, de lehet, hogy ellenzék is vagyunk. A kettő az kizárja. Nem szeretem, a Dunát éjhoda bevezetem, mert túl sok az autópól, és kérem. A Bosnyák téren majd metróján, s a 44-es vonalán, majd adjuk pénzét, cserébe. Csak a szép a jó, mert mindenki ez az álomhajó. Hófehér galambok szállnak zugló egér. Zuglója, 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 a sörvifit, s hogy mindig lehessen valaki, s a rákos patakot is meggyógyítjuk végre. Mikor az őrsvezér téren majd pénzfa áll, s a mexikói úton is teleport jár, akkor lesz ez mindenki zugló.